Dr. Benedek József egyetemi professzor, akadémikus, a konferencia főszervezője, Sally Hardy, a nagy-britanniai székhelyű Regional Studies Association ügyvezető igazgatója, valamint Jennifer Clark, a Georgia Institute of Technology professzora vett részt a sajtóképviselőivel való találkozáson. Dr. Benedek József bevezetőben ismertette a konferencia alaptémáját, és beszélt a közép-kelet-európai régió gazdasági fejlődésében mutatkozó egyenlőtlenségek és az ebből fakadó ellentétek meglétéről. Sally Hardy annak a fontosságát hangsúlyozta, hogy a tudományos kutatócsoportok és a jelenlegihez hasonló eszmecserék eredményei minél hamarabb eljussanak a politikai döntéshozókhoz, és érezhetővé váljanak az eddig egyenlőtlenül fejlődő régiók életében is. Jennifer Clark ismertette az általa vezetett kutatócsoportban kidolgozott modern, úgynevezett intelligens város koncepciót, mint egy olyan modellt, ami a regionális fejlődés fontos elemévé válhat. A konferenciát a regionális polarizáció és egyenlőtlen fejlődés témájával szerveztük, közösen a Regionális Tudományi Társasággal, az Egyesült Királyságbeli Regionális Tudományi Társasággal. A témát közösen választottuk ki, és a témaválasztást meghatározták azok a fejlesztési prioritások, amelyek jelenleg Romániában a politika, a területfejlesztők és a általában véve a regionális tudományi közösség asztalán vannak. Egész pontosan az egyenlőtlen fejlődésnek a kérdése, az egyenlőtlenségek intenzív növekedése az elmúlt 10-15 év alatt komoly kihívások elé állította az önkormányzatokat, a megyéket, a régiókat és az ország kormányát egyaránt. Ezekre a kérdésekre kívánunk válaszolni a háromnapos szakmai konferencián, amire világszintű tudósok, gyakorlati alkalmazással foglalkozó szakemberek jöttek el, és ezzel gyakorlatilag közelebb akarjuk hozni az itteni regionális megyei szereplőkhöz azt a nemzetközi gyakorlatot, ami lehetővé tenni ezeknek a kérdéseknek a hatékonyabb megoldását. Honnan jöttek a vendégeik? A vendégek 20 országból érkeztek, Egyesült Államokból, Ausztráliából, Japánból, az Egyesült Királyságból, Belgiumból jelen volt a regionális főigazgatóság egyik osztályvezetője, Péter Berkovic, aki a regionális és városfejlesztési osztálynak a vezetője. Tehát gyakorlatilag első kézből kaptak információkat a konferencia résztvevők, és hát kapnak információkat, a konferencia egészen szerda délig tart. Nyilván ennek a háromnapos konferenciának komoly tudományos eredménye lesz, de vajon a gyakorlati életben hogyan csapódik ez le? Gyakorlati életben örökké nehezebb, és ez különösen a mi társadalmi kulturális környezetünkben egy komoly kihívás. A jelenlegi programozási időszak hát projektlehívása ebben a hónapban kezdődött el, 3 év eltelt ebből a programozási időszakból. Ezzel csak azt szeretném jelezni, hogy nagy késésben vagyunk, és természetesen az akadémiai szféra megpróbálja felhívni a döntéshozók figyelmét arra, hogy ezt a késést gyorsan be kell hozni, és fel szeretnénk mutatni azokat az eszközöket, amelyek ezt a késést behozhatják. Természetesen ezeknek az eszközöknek a használata és a gyakorlati alkalmazása már más intézmények hatáskörébe tartozik. Mi nyitottak vagyunk, hogy ebben segítsünk, és gyakorlatilag ezen a konferencián abban reménykedünk, hogy egy asztalnál találkoznak és le tudnak ülni a gyakorlati szférában dolgozók és az akadémiai szféra képviselői.